Hiasztok. Nézzük is meg, hogy hogyan lehet kiszámolni egy sokszögnek az összes átlóinak a számát. Egy példával nézzük ezt végig, hogy a 12 oldalú sokszögnek mennyi az összes átlóinak a száma. Van egy képletünk erre. Hogy zárójelben n-3 zárójel bezárva szorozva n per az egész kettő. Az n az mindig azt fogja jelenteni, hogy hány oldalú a sokszögünk. Tehát ebben az esetben az n az 12 lesz. És behelyettesítek ebbe a képletbe. Zárójel kezdődik. 12-ből 3, zárójel bezárva, szorozva 12-vel, per az egész 12-ből 3 az 9, és akkor ki kell számolnunk, hogy 9x12 ez mennyi. Itt ezt alatta is megtehetitek. Mivel ugye a szorzásnál felcserélhetők a tényezők, sokkal egyszerűbben ki tudjuk számolni, hogyha azt írjuk le, hogy 12x9. 2 18 leírom a 8-at, maradt az 1. Egy. 1x9 az 9, meg 1 az. 10. Tehát 108 lesz. Akkor a számlálomban marad az, hogy 108, ugye, per 2, és ugye tudjuk azt, hogy a törtvonal az osztás jelent mindig, tehát a 108-at elosztom 2-vel. 108-ban a 2. Megjelölöm a 10-et. 10-ben a 2 megvan 5 mert 5 x 2 az 10, és ugye maradék a 0, lehozom a 8-at. 8-ban a 2 az megvan 4 mert 4 2 az 8, és maradék a 0. Tehát akkor megkaptam azt, hogy 54 darab átlója van összesen a 12 oldalú sokszögnek. Tehát ne felejtsétek el, hogyha az a kérdés, hogy számoljátok ki valahány oldalú sokszögnek az összes átlóinak a számát, akkor ebbe a képletbe tudtok könnyen behelyettesíteni, hogy N-3 szor N per 2. És mindig az N az, az a szám lesz, hogy hány oldalú is valójában az a sokszög.